Na, hát nagyon-nagyon szép estét kívánok mindenkinek, aki ma itt van, különböző országokból, ugyebár Spanyolország, akkor Erdély, Magyarország, Svédország, szuper, jó van, de a legtöbben ugye itt Magyarországról vagyunk itt, és hát ez persze teljesen természetes. És azért húzom most itt az időt, és azért tartalak föl titeket, mert kell egy kis idő, amíg a különböző ilyen közösségi oldalak, médiák kiértesítik az érdeklődőket, hogy oké, itt vagyunk. Éppen most valaki kérdezi, hogy mikor kezdődik az előadás, ebben a pillanatban, amikor már elkezdődött. Pedig hát tudja, hogy mikor kezd. Ha esetleg valaki azt megtenné, hogy a csoportba beírja, hogy már elkezdődött, és hogy akár be is lehetne jönni, azt megköszönném, az annak azért örülnék, mert hát azért végül is, ha tetszik nekünk, ha nem, 8 óra van, tehát itt az idő, 8 órára van meghirdetve, akkor 8 órakor el is kezdjük a dolgot. Vagyis, hogy hát magát a tréninget. És akkor ismét nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a teremben, és köszöntöm azokat is, akik majd később, bocsássatok meg, de válaszolnom kell neki. Oké, már kapja a válaszokat, jó van, rendben. Oké, így akkor nekem nem kell most ezt. Köszönöm szépen, Móni, meg a többieknek is nagyon szépen köszönöm, hogy segítettetek. Tehát akkor most már majd ő is be fog tudni jönni. Jó van. Na tehát akkor kezdjük a mai tréningünket. A téma micsoda? Sikeres nők a network marketingben. De miből indult el maga ez az egész dolog? Abból indult el, Szerbusz Edit, abból indult el, hogy van nekünk egy zárt csoportunk, egy privát csoportunk, és ebben a privát csoportban egy speciális képzést tartunk azoknak, akik az online irányát választják a csoport építésnek, és szeretnék minél előbb és minél könnyebben ezt a csoportépítést megtenni. Szerbusz Éva, nem sokára porondra fogsz kerülni te is. És mindezt azért írtam, mert hogy miközben a csoportban lévők haladnak előre a leckék elvégzésében, azt veszem észre, hogy igen erőteljesen túlnyomóan, inkább azt mondom, túlnyomóan a hölgyek azok, akik ezeket a leckéket folyamatosan csinálják, és ők azok, akik a legintenzívebben szívják magukba ezt a fajta tanítást vagy tanulást, és miközben csinálják, mindannyian egyre sikeresebbek lesznek. Tisztába kell tennünk először is azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy siker. Mai beszélgetésem alapján az egyik csoporttaggal, aki azt mondta, hogy jó, de hát az, amit én elértem, az még nem siker. Én azt mondom erre, hogy siker minden, amit az életben jól meg tudsz csinálni. Ha te főzöl valamit, és az ízlik a családnak, esetleg még kérnek belőle, vagy azt mondják, hogy na, ebből majd máskor is csinálja, mert ez nagyon finom volt, az bizony, ha tetszik neked, ha nem, ez siker. Hogyha megdicsér téged egy férfi vagy egy nő, és azt mondja, hogy csinos vagy, akkor az siker. És a helyzet az, hogy nagyon sok nő nem meri ezeket a dolgokat sikerként megélni. Pedig ez mind az, amikor te hatással vagy valakire, bármilyen úton és módon, és valamilyen szempontból. Most nem azt mondom, hogy az érvényesül, vagy csak neked van igazad, vagy valami, de valamilyen módon valakit olyan irányba tudsz mozgatni, ami mind a kettőtök számára jó, neki is jó, és neked is jó, akkor az siker.
azt tessék végre úgy elkönyvelni, hogy sikeres vagy. A másik, amiért ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, az az, hogyha te nem tudod elképzelni magadról, hogy sikeres vagy, ha te azt mondod magadról, hogy én majd akkor leszek sikeres, ha, akkor bizony van egy ilyen kis tényező, ami itt van, itt bent a kis buksiban. A szakemberek azt mondják rá, hogy a tudatalatti. Na szóval ő az, aki téged meg fog akadályozni abban, hogy a későbbiekben valóban el tud érni azt, amit szeretnél. És most lehet, hogy néhányan közületek vitatkoznának velem. Lehet, hogy néhányan közületek azt mondják, hogy jó, Zoli, na de hát most itt miért kell ebből ilyen nagy feneket keríteni? Hát nem kell nagy feneket keríteni. Én azt szoktam mondani leginkább a feleségemnek, és majd a későbbiekben fogok erről beszélni, hogy mennyire fontos a társ, akivel együtt vagy, az ő támogatása, vagy az ő passzív viselkedése, vagy esetleg a negatív viselkedése. Tehát én azt szoktam neki mondani, hogy akkor, amikor lefekszünk este, akkor azért vegyük a számba, mielőtt elalszunk, hogy aznap mi volt az, amiben azt mondtuk, hogy sikeresek vagyunk. Most például itt van nálam a középső unokánk, a feleségem most éppen a másik szobában vele mesét néz, és az a helyzet, hogy ma többször is sikeresen tudta a kisrácnak az akaratát a megfelelő irányba terelni. Amikor megkérdezte reggel tőle, hogy mit szeretné lenni, és föltett neki néhány kérdést, hogy ezt, azt vagy amazt, akkor mondotta a srác egy negyediket, és akkor sikeresen rábeszélte, hogy ne azt a negyediket akarja, hanem azok közül, amiket ő mondott. Tehát ez már egy siker. Mint ahogy siker volt az is, amikor rábeszélte, hogy akkor most menjünk le a játszótérre, mert ne ücsörögjünk itthon, amikor odakint süt a nap, vagy jó idő van, akkor inkább menjünk ki. Ez is egyfajta siker. És nektek, mindannyiótoknak ezeket a napi kis dolgokat kell sikerként megélni. Mutatok nektek valamit, van itt nálam egy könyv, amely kifejezetten a sikerről és a sikernek a vonzásáról, vagyis pontosabban magáról a vonzás törvényéről szól. Egy pillanat, mindjárt hozom nektek. Így van, itt is van a könyv címe. Így működtesd a vonzás törvényét. És ebben a könyvben ez a srác, ez olyan dolgokat ír le, amik abszolút mindennapi dolgok. Abszolút mindennapok. Tehát olyanokat ír le, hogy valójában a mindennapokban te hogy érzed magad. Mert a vonzás törvényét az érzések fogják működtetni. Az érzések azok, amik rezgést fognak benned kelteni, és ezek a rezgések fognak úgy működtetni, mint egy adóvevő állomás, mint egy rádió adóvevő állomás. Egy picit közelebb hozom a lámpát, hogy ne legyek ilyen sötétben, biztos jobb lesz. Na, mit szóltok hozzá? Egyből világosabb lettem, ugye? Kivilágosodtam. Vagy mondjam inkább azt, hogy megvilágosodtam. Tehát a lényeg az, hogy amikor ti az érzéseiteket, és a hölgyeknél ez egy teljesen természetes folyamat, hogy az érzéseiket meg tudják élni, nem úgy, mint mi férfiak. Mi kemények vagyunk, büszkék vagyunk, és mi nem tudunk ilyen dolgokat csinálni. Én tudom magamról évekig, sőt mondhatnám így, hogy akár egy másfél évtizedig, én egy nagyon kemény érzelmi páncélban éltem, és ezen a páncélon belül a családtagjaimon kívül senki más nem kerülhetett. Soha nem érintett meg az, hogyha egy munkatársamnak valami problémája volt, tehát hogyha valami lelki gondja volt, akkor mondtam neki valamit, meghúztam a vállam, aztán elmentem.
mit csináljak vele. Nem tudtam vele mit kezdeni, éppen azért, mert hogy felépítettem ezt a nagyon kemény érzelmi páncélt. És nagyon jól tudom, hogy a férfiak nagy többsége így éli az életét, szemben ugye a nőkkel. És ha ma arról van szó, hogy a sikeres nők a network marketingben, akkor ebben ez is nagyon nagy szerepet játszik. Ez a fajta tényező, hogy a nők megengedik azt maguknak, hogy megéljék az érzéseiket, és persze sokszor ezek az érzések néha kicsit keszekuszák, néha kicsit zavarosak, néha talán még ők maguk sem értik, hogy miért pont azt, és miért úgy érzik, amit éreznek, de hát ez egy ilyen dolog, ettől függetlenül ezek a fajta megérzések, ezek nagyon sok esetben rendkívül jól működnek a nőknek, főleg a kommunikáció terén. Mert hogy a network marketing siker emberei, azok mind rendkívül jó kommunikátorok. A sikeres üzletépítőknek a 99%-a rendkívül jól kommunikál. Ezért kell nekünk a kommunikációt megtanulni. Mi férfiak erre kevésbé vagyunk hajlandóak. Persze van közöttünk olyan, aki aztán nagyon komoly szónokká válik, meg minden, de leginkább a nők azok, akik főleg a környezetükben nagyon jó hatással vannak azokra a társaságbeli hölgyekre, akikkel ugye egy körben mozognak. És ugyanezt figyeltem meg a network marketing üzletben is. Az összes olyan üzletben, ahol én valamilyen szempontból benéztem, meg a régebbi üzletemet is állandóan elemeztem meg minden. Egyetlen egy olyan teret, olyan üzleti szegmens találtam, ahol a férfiak domináltak, és ez pedig a pénzügy. És ezt megint csak nem értettem, hogy miért a férfiak foglalkoznak ezzel, mikor például a könyvelői és a könyvvizsgálói szakma az egy köztudottan elnőiesedett szakma. Akkor miért pont a férfiak azok, akik ilyen ebben a dologban benne vannak? És akkor azt látom, hogy hát ott van benne sok férfi, de igazándiból nem is lehet azt mondani, hogy ezek a fajta üzletek, tehát ezek a pénzügyi üzletek olyan hatalmas nagy sikert érnének el magában a network marketing iparágban. A network marketing iparágban a legsikeresebb üzletág az ugye a kozmetikumok, a táplálékkiegészítők, és aztán ezen kívül még olyan dolgok, ami a családi élettel vagy a családi életben fontos dolgok. Tehát ez a kettő a legsikeresebb, plusz még ugye a fitness, ami még szokott így működni. És éppen ezért ez volt nekem az indító oka annak, hogy elkezdtem ennek az egésznek utána nézni, hogy mi ez az előny a nők számára. Miért történik meg az előny? És ha hiszitek, ha nem, erre nem csak én figyeltem ám fel erre a dologra, hanem az egyik általam kiválasztott mentor is, az a személy, akit én nagy tisztelettel követek, és követem, és figyelemmel kísérek, Erik Warren. Képzeljétek el, hogy egy egész világ eseményt rendezett a nők számára. Nézzétek meg, hogy ezen a képen mindössze két férfi van. És az összes többi rendkívül sikeres, de nem három, rendkívül sikeres nő, akik vezetők, akik a saját üzletükben vezetőkké tudtak válni. A kérdés az, ami az én fejemben van. Miért van az, hogy a világ összes nagy vezetői, az összes nagy cége, az összes nagy szervezetének az élén egy férfi áll, és miért nem egy nő? Miért van az, hogy a magyar parlamentben kisebbségben vannak a nők? Miért van az, hogy az államvezetők között jelentős kisebbségben vannak a nők? Miért van az, hogy a miniszteri székeket jelentős kisebbségben kapják meg a nők? Mitől van ez? Mikor itt van a network marketing üzlet, amely nem csak arra alkalmas, hogy embereket felemeljen, hanem arra is alkalmas, hogy közösségeket felemeljen.
gyakorlatilag a network marketing és a network marketing szellemisége és a gondolkodás módja minden különösebb gond nélkül nőkkel, a nőkkel elsősorban és a nőkre támaszkodva tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy nemzetek, országok felemelkedjenek, és ezek az országok, ezek a nemzetek gazdasági vezető szerepet tudnának betölteni. Én hiszem ezt a dolgot, és nem csak hiszem, hanem a mai nap folyamán tényekkel fogom alátámasztani. Nézzétek meg a következő képet. Ezen a képen a legfrissebb lista van. Ezt a képet a businessforhome.org nevezetű oldalról vettem ki. Ez a weboldal, ez arról híres, hogy a leghitelesebb forrása annak, hogy emberek és cégek milyen vezető szerepet töltenek be a világban. Hol van a legnagyobb forgalom? Kik azok, akik a legsikeresebbek? Kik azok, akik a legtöbb pénzt teremtik? És azt tudnotok kell, hogy ha valaki itt van az első 10-ben, akkor a hozzájuk tartozó csoportok, azok mind több, hát minimum 100 000 fős csoportok, minimum 100 000 fős, hanem nagyobbak. A legtöbb esetben nagyobbak. Tehát most azt képzeljétek el, hogy ez a 10 vezető fejenként, mert talán csak egy vagy kettő van benne ugyanabban az üzletben, de fejenként legalább 100 000 fős csoportot vezet. És akkor nézzétek meg, hogy ezek a vezetők, akik 100 000 fős csoportokat vezetnek, és most képzeljétek el ugyanezt egy hagyományos, valamilyen hivatalos struktúrában, egy miniszteri struktúrában, vagy egy nagyvállalatnak a struktúrájában, ahol van 100 000 alkalmazott. És ezek az emberek ennyi embert vezetnek tulajdonképpen, ha nem tennék meg azt, hogy támogatják a saját közvetlenjeiket, és nem segítik őket abban, hogy ők is tovább tudjanak menni, akkor ezek a csoportok nem tudtak volna felépülni. És akkor nézzétek meg, hogy rögtön a legelsőben, a legfősőben ott egy házas pár van. A harmadik helyen egy házas pár van. Az ötödik helyen egy házas pár van. Tehát a legfelső 10-ből 3 házas pár. És akkor most hozzátenném, hogy a második az egy hölgy, és akkor innentől kezdve már is itt van felállítva nektek az a tény, mert ez tény, és ezt senki se fogja tudni tőletek elvenni, mert ezek tények, hogy igen, a világ top 10 csúcs keresője közül ott van 5 nő, akiknek köszönhető, hogy ekkora hatalmas nagy szervezetek és ekkora grandiózus nagy csoportok fel tudtak épülni. Tehát ti nők erre is képesek vagytok. A lényeg az az, hogy el kéne hinni magatokról, hogy ezt meg tudjátok csinálni. Mert az én megfigyelésem az, hogy sokan nem meritek magatokról ezt elhinni. Mindez persze természetesen tehát a férfiak viselkedésére köthető vissza, vagyis vezethető vissza, mert saját magamból kiindulva én, mint apa, az én édes kicsi lányomat, az én édes drága kis gyönyörűségemet egy burokban akarnám fölnevelni. És ezt ti is nagyon jól tudjátok, hogy az apa szerep az azt jelenti, hogy senki más a közelébe se merjen menni az én gyönyörűséges kis hercegnőmnek, mert ha ezt megteszi, akkor én azt nem csak lelövöm, hanem még fel is gyújtom, aztán utána felkoncolom, és 50 méter mélyre ásom el. Tehát ez egy ilyen férfiúi, apai hozzáállás, ami sajnos igen komoly
későbbiekben igen komoly gondot fog jelenteni majd a kislányban, mert nem kapja meg, nem tanulja meg azokat a dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy ő... Tehát nem tud úgy szocializálódni a többiekkel, főleg a fiúkkal, nem? Hogy az a későbbiekben majd ne jelentsen neki problémát. Mert miért van az, hogyha valaki elkezd például az interneten kapcsolatot fölvenni, tisztán üzleti szempontból, és ráír egy férfira, és azt mondja neki, hogy szerbusz, üdvözöllek a csoportban, azt a választ kapja szinte azonnal, hogy hú, de csinos vagy, szeretnék veled megismerkedni. Ez szerintetek mi más, ha nem a mi, tehát nem a férfiaknak a hibája? Egyértelműen a mi hibánk, mert mi ezt így toljuk el, és így próbáljuk meg a nőket valamilyen módon egy kicsit így háttérbe tenni. Pedig ha józanul gondolkoznánk, pedig ha tényleg a saját érdekeinket vennénk előre, akkor azt mondanánk, hogy igen, itt van egy erős nő, aki azért lett erős, mert én megengedtem neki, én, mint apa, azt mondtam neki, hogy lehetsz erős, hogy megteheted, te is meg tudod valósítani azt, amit meg akarsz valósítani, és nem baj, hogyha kísérletezel, és nem baj, hogyha kudarcot vallasz, én bízok benned, én tudom, hogy sikerülni fog, és én segíteni és támogatni foglak. Nem, a férfiak azt mondják, hogy jaj, édes csillagom, hagyjad, majd én megcsinálom. És kivesszük a kezéből, és meg akarjuk csinálni helyette, és meg akarjuk oldani helyette. És ez egy probléma. És a legtöbb nőnél sajnos ide vezethető vissza az, hogy később, amikor már felnőtt, amikor már szeretne valamiben kiteljesedni, akkor azért nem tud, mert világéletében ott volt egy férfi, az apa mögötte, aki azt mondta, hogy jaj, édesem, te csak hagyjad, majd én megcsinálom. Nem tudom, hogy ki az, aki egyetért velem ebben a eszmefuttatásban. Ha van közöttetek olyan, aki úgy gondolja, hogy van ebben némi igazság, kérlek szépen írjatok be ide a chatmezőbe egy igen, vagy pedig aki élőben követ ott a hozzászólásoknál egy igent, legyen szíves, írjon be. Egyrészt azért, hogy tudjam, hogy még nem aludtatok el, másrészt pedig azért, mert a legtöbb esetben, és majd meg fogom nektek mutatni, hogy ha engedjük a nőket, hogy erősek legyenek, ha engedjük a nőket, hogy velük született adottságuk miatt a támogatást, amit ők tudnak adni, azt el tudják engedni, azt meg tudják csinálni, akkor valami csodák történhetnek. És akkor menjünk is tovább, nézzétek meg, tehát itt vannak a személyek, itt vannak az emberek is. Én vettem a fáradtságot, az időt és mindent, utána néztem ezeknek a dolgoknak. És nem a férfi oldalt néztem sehol, mindenhol a nőket néztem. Ugyebár itt van a legelső helyezetnél, ott ők leginkább offline építik a hálózatukat, nagyon-nagyon kevés online megnyilvánulásuk van, éppen ezért most a második helyezetnél tartok, tehát a második helyezettet veszem itt előre, és nézzétek meg, Jenna Zweigl, ő gyakorlatilag egy nagyon-nagyon friss cégnek a vezetője, és megnéztem, hogy ő online hogy van, mennyire van jelen. Ez itt az ő saját oldala, a Facebook oldala, láthatjátok, közel 50 ezer, azt hiszem, hogy 50 ezer, de majd mindjárt kinagyítom, és akkor jobban fogom én is látni, hogy mit írtam oda, vagy hogy mi van odaírva, nem, 19 ezer, közel 20 ezer követője van a Facebookon. És a Facebookon. De ha tovább megyünk, ez csak a Facebook, ahol ő persze természetesen a követőivel kommunikál. Majd a következő az Instagram. Na nézzétek csak meg! Itt viszont 301 ezer követője van.
Mit jelent ez? Hát egyrészt az, hogy ő már inkább a modern kornak megfelelően az Instagramon végzi a kommunikációját, ott mutatja be inkább az ajánlatát. Na de azért azt tudnotok kell, hogy 301 ezer követőt össze, tehát azt csak úgy nem fújja össze a szél. Az azért egy komolyabb dolog, hogy ennyi ember összejöjjön, és itt már csak egy-egy posztnak is nagyon komoly ára van, amiért fizet neki már az Instagram, pontosabban a hirdetők fizetnének neki, ha ő ezt csinálná. Majd a következő volt a Monica Tapia, aki ugye a harmadik helyen van a férjével együtt, megint őt néztem meg, és megnéztem nála, hogy ő hogyan és miképpen kommunikál magával, tehát az online módon. Ez itt az ő Facebook oldala, és az ő Facebook oldalának a rajongói létszáma azért már egy kicsit másabb, azt is megmutatom nektek, 57 ezer ember az, aki őt csak a Facebookon követi, 57 ezer ember, és hogyha tovább lépünk, akkor ha jól tudom, igen, itt van, ez az ő Instagram oldala, több mint 500 000 ember. Most azt képzeljétek el, hogy 500 000 embernek gyakorlatilag akár naponta küldhet ki, vagyis hogy tehet föl üzeneteket. Az Instagramnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az összes követőnek elküldi az újabb és újabb bejegyzéseket. És ez több fajta is lehet, erről majd később fogunk beszélni, de a lényeg az az, hogy akinek van 525 ezer követője, ő egy nagyon-nagyon stabil és kemény követőtáborral rendelkezik, tehát amit ő mond és amit ő ajánl, ha csak a 10% követi, a 10% fogadja meg például a tanácsát, csak a 10% az, aki aznap például vásárol valamit, amit ő, mit tudom én, 20-30 vagy 40 dollárért kínál, képzeljétek el, egyből 50 ezer ember vásárol 10-20 vagy 30 vagy 40 dollárért. Aznap. Akkor gondoljátok el, hogy micsoda forgalmat tud így generálni. Csak ezzel. Micsoda forgalmat tud generálni. Akkor menjünk tovább, és akkor jön a következő hölgy. Ja nem, ez még mindig ő. Ez még mindig ő. Ez itt már a YouTube csatornája. A YouTube csatornáján nagyon-nagyon sok videót tesz föl. Kifejezetten ilyen oktató típusú videókat tesz föl, és 16.700 ember van itt is, tehát a YouTube-on is ennyi követője van. Tehát ha föltesz egy ilyen YouTube videót, akkor az bizony, ha vannak így feliratkozói, már pedig vannak feliratkozói, akkor ők azonnal megkapják az értesítést arról, hogy van egy új videó, és már is megnézik azt a videót, és már is egy nagyon jó hatással tud lenni a saját csoportján belüli emberekre. És akkor megnéztem Eric Worre-nek a feleségét. Eric Worre felesége Marina Worre, akiről majd később fogok mondani egy nagyon érdekes információt, de Marina Worre az, aki például az alapítója és a társ tulajdonosa magának a Network Marketing Pro nevezetű cégnek. Ezt tudnotok kell, hogy a Network Marketing Pro nevű cég tagságának a létszáma 500 000. 500 000 ember a Földön a Network Marketing Pro rendszeréhez társult, és ezért pénzt ad. Most akkor gondoljátok el, hogy azért ez se semmi, egy 500 000-es követőtábor, vagy egy 500 000-es tagságnak rendszeresen olyan módon kommunikálni, hogy ez a számukra egy pozitív élményt adjon, és egy pozitív megnyilvánulás legyen. Csak hogy tudjátok, amikor utoljára Erikék még itt a nagy járvány időszak kellős közepén megcsinálták a saját 3 órás teljesen ingyenes élő bemutatójukat, akkor Marina egy több mint 20 perces prezentációt adott elő,
és ezt az élő bemutatót 68 ezer ember követte végig a világszerte. És ezt komolyan mondom, hogy világszerte, mert bejelentkeztek a világ összes, majdnem összes országából. Majdnem összes országából. Nagyon nem tudtam követni ugyan a magát a chatmezőt, ami volt, mert olyan gyorsan pörgött, olyan gyorsan ment, hát gondoljátok bele, 68 ezer ember ír be, és ebből biztos volt olyan, amikor ugyanabban a másodpercben több száz ember írt be valamit. Tehát Marina Vore, aki ugye ott van, és ő nem Erik Vore mögött van, hanem mellette, társként. Mint ahogy az összes többi nő, akiről ideig beszéltem, ők nem mögötte vannak a férfinak, hanem mellette. Tehát a társai magának a férfinak, és hát a legerősebb támogatói magának a férjének. Miért? Hát egyszerű, azért, mert ahogy mondtam, ez egy női adottság, hogy az igazán társ férfiból ki tudják hozni a lehető legjobbat, a lehető legtöbbet, amit csak ki lehet hozni abból a férfiból. És akkor megnéztem Marina Vorének a Facebook oldalát, de itt az az érdekesség, amit mondani akartam, miszerint, hogy Odesszában született. Orosz születésű Marina, és én ezt idáig nem tudtam róla, csak most vettem észre ezt a dolgot, én azt hittem, hogy ő született amerikai, mert semmiféle akcentus nem érzek a beszédében. Ugye itt a Facebook oldalán önállóan, tehát ez egy teljesen önálló dolga, független a Network Marketing Pro oldaltól, mert az ugye az ő hivatalos oldala, bármint, hogy kettejüknek, Erikkel, az a hivatalos oldala, de van neki egy saját önálló oldala is, méghozzá ez a Facebook oldal, ahol 18 ezer ember követi őt. És 18 ezer ember kíváncsi arra, hogy vajon Marina mit csinál. Most éppen egy olyan rendezvényt szerveznek, ahol a világ legerőteljesebb női vezetőit akarja összehozni, és ezzel akar majd egy online rendezvény lesz ez majd, hiszen még nincsen arra engedély, hogy ilyen nagy rendezvényeket csináljanak, meg hát ugye ez mindenféleképpen idő és szervezés kérdése, hogy ez az egész elindulhasson, tehát most jelen pillanatban ők is az online felé mozognak, és azt csinálják. És itt van Marinának az Insta oldala, szintén önálló 25 ezer követővel, tehát ha megnéznénk, akkor Marina akár egymaga is el tudna vezetni egy ilyen szervezetet, egymaga is meg tudná csinálni, mert elég erős hozzá, és eléggé felnőtt magához a feladathoz. Emily Vavra, őt azért hoztam be, mert ő volt az egyike azoknak a szereplőknek, akiket Erik az utolsó előtti nagy Network Marketing Pro eseményére meghívott, mint online marketing szakember, mint online csoport építőt. Na, Emilyről azt tudnotok kell, hát én követem őt, de ő egy igencsak, ő is egy ilyen eléggé húzós nő, tehát kemény, és tudja, hogy mit akar csinálni. Itt is lehet látni, hogy azért 40 ezer követője van a Facebookon, de majd mindjárt megyünk tovább, és mutatok még egy nagyon érdekes dolgot róla, mert amit most mutatok, azt viszonylag kevés nő érhette el, vagyis ért el. És ez pedig az, hogy Emily a Forbes nevű magazinnak, és nagyon jól tudjátok, hogy mi ez a Forbes magazin, hiszen ez a pénzügyi világ legfontosabb és leghitelesebb forrása, ő itt szakértő. Méghozzá 2017 óta hivatalos Forbes szakértőként, Forbes tagként ad tanácsot, és nem csak pénzügyekben, hanem még egyéb más dolgokban is, és ő egy igen komoly
network marketing rendszernek a vezetője, a csúcs vezetőjük közé tartozik, és mellette még ezt a feladatot is el tudja látni. A követő tábora az Instán 116 ezer, naponta csak az Instagramon 4-5 külön, 4-5 bejegyzést tesz föl, videókat, a mindennapjairól gyakorlatilag, és hát igen, jól lehet követni az, hogy mi történik az ő életében, és hogyan építi ő a saját csoportját. A következő személy, akit hívtam, meghívtam ide, ők, hát Ray Higdon és felesége, hiszen Jessica, mint ahogy mondtam, ő egy igen-igen komoly csoportépítő szintén. Ray-jel közösen a Rank Makers nevezetű programban nagyon komoly létszámnövekedést és nagyon komoly csoportépítő dolgokat tanítanak. Itt lehet látni, ha valaki nem látja jól, akkor itt ki lehet nagyítani, tehát itt fönt van két ilyen kis teniszütőszerű, az egyik plusz, a másik mínusz, és azzal ki tudod nagyítani. Tehát 51 ezer követője van csak a Facebookon. És ez csak ő, tehát ez az ő oldala, és persze természetes, hogy a családját is, tehát Rét is beteszi, hiszen mind a ketten igen-igen intenzíven vesznek részt a közösségi médiában és a közösségi oldalakon, mert ők nagyon erőteljesen online marketinggel építik a csoportjukat. 15 ezer követője van még az Instagramon is, és hát mindezt úgy, hogy most született a második gyermeke. A ház, amiben élnek Floridán, az egy 1 millió dollár értékű ház, és igen-igen komoly dolgokat mutatnak. Hát gyakorlatilag bevonnak minket a családi életükbe, és nagyon szimpatikusak. Na, ahogy élik az életüket, ahogy csinálják a mindennapjaikat, az egy tényleg azt mondom, hogy példaértékű, meg ahogy a gyerekekkel bánnak, ahogy a gyerekeket kezelik. 6400 követője van még a YouTube-on is, tehát egyrészt láthatjátok, hogy nem csak egy platformon vannak, tehát nem csak a Facebook, hanem ott van még az Instagram, ott van a YouTube, és én csak azért nem tettem be ide a Twitter dolgokat, mert nem akarolak titeket nagyon összezavarni itt a sokfajta adattal, meg a sokfajta dologgal, úgyhogy ezért csak ezt a hármat néztem meg mindenkinél. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy Jessica is egy olyan személy, aki önállóan is meg tudná állni a helyét, tehát ha Ray-el történne valami, akkor ő akkor is tovább tudna menni, sőt, még azt is elárulom nektek, hogy még könyvet is írt, amit az Amazonon meg lehet venni. Tehát még ez egy olyan bevételi forrás neki, amit hát úgy kell mondani, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen kiegészítés nekik. És akkor a következő házas párt vettem elő, John és Nadja Melton, ők szintén részt vettek ezen az online marketing kurzuson, és itt John volt az, aki igazándiból a szóvivő volt, de miközben én elkezdtem John-t követni, és ők egyébként az ATM Systemnek a megalapítói, és az ATM System, ez igen nagyon, tehát kísértetiesen hasonlít az EOH rendszerhez, mindazonáltal, hogy én nem vagyok ATM tag, soha nem tanultam tőlük semmit, pontosabban amit láttam tőlük, azok közül néhány dolgot, tehát felismerésként beépítettem, de azt kell mondanom, hogy teljesen függetlenül csináltam meg mindent tőlük, abszolút 100%-osan függetlenül csináltam meg tőlük. Itt lehet látni a közösségi oldaluk, tehát itt most kifejezetten, mivel nincs a Nadjának külön, hanem csak ilyen közös van, itt is lehet látni, hogy 59 ezer követővel rendelkeznek a Facebookon, de ha tovább megyek, és megnézzük, itt van
ez pedig az ő saját Insta oldala. És itt is van 18 ezer követője. John egyébként nagyját a orosz kalapácsnak hívja, éppen azért, mert ő az, aki a leghatározottabban tudja a saját csoportjában lévőknek a kétségeit, negativitását, meg egyéb más ilyen dolgait kezelni. Tehát, hogyha valami ilyesmiről van szó, akkor mindig nagyja az, aki az ilyen kérdéseket kezeli a csoporton belül. És van egy saját weboldaluk is, itt, ahogy látjátok, megint csak közösen mutatják meg magát az egész ATM System, ez a neve, amit ők kialakítottak, és ezen a rendszeren belül több mint 100 000 ember van szintén. Tehát azt kell mondanom, hogy ők ketten így is felfoghatjuk, hogy egy 100 000 fős cégnek a vezetői. Ez itt a saját YouTube oldala, itt is nagyon sok közös videó van föltéve, és a végére tennék egy igen nagyon-nagyon sikeres, és nagyon-nagyon céltudatos, és nagyon határozott nőt, ő Elena Cardone, ő Grant Cardone felesége és társa, szintén két gyermek édesanyja, és hát figyeljetek, Krav Magát tanul, gyakorol, lőni tanul, ilyeneket csinál, és mindazonáltal nagy rendezvényeken szerepel. Ott volt a férje mellett, amikor megcsinálták idén februárban azt a 38 ezer fős stadionbeli előadást, ahol ő is természetesen a gyermekeivel közösen főszereplő volt. Tehát itt is egy olyan nő van a mellette, tehát a férfi mellett, aki önmaga is önállóan nagyon erős és nagyon céltudatos. Így erősítik egymást, és így hozzák ki azt, ami van. Azt tudnotok kell, hogy a kettőjük vagyona most már több mint 2 milliárd dollár. Pedig, ha jól emlékszem, akkor 14 vagy 15 éve házasok, és ez alatt az időszak alatt érték ezt el. És most ezt le fogom kapcsolni, és kilépek itt a prezentációból, mert most valami más fog következni, méghozzá az fog következni, hogy átkapcsolok ide a csevegésbe, és be fogok hívni hölgyeket, úgy fogok behívni hölgyeket, hogy most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ők hogyan élik meg a mindennapjaikat így a network marketingen belül, milyen fejlődést tapasztalnak meg, akár saját magukban is, és hogy hogyan tudják, vagy hogy néznek most rá magára a network marketingre. Először behívom Mónikát, mert azért hívom be őt, mert ő nemrégiben szerepelt, de ő már közben itt tovább lépett a leckékben, és egy új nézőpontot, egy új nézőpontot kapott, és most erről szeretném őt megkérdezni, hogy nézed, hogy látod most a te helyzetedet így, most ezzel a kis kiegészítővel is, hogy látod a te helyzetedet most itt a network marketingben? Sziasztok! Hát, hogy látom, egész másnak ez az elején, tehát eleinte tényleg azt mondtam, hogy nem néhezni, hogy akkor mit is kéne csinálni. Most meg már azért úgy kezd kirajzolódni a kép, meg hát azt látom, hogy azért kell tanulnom még sokat, de azért van hova fejlődni. Tehát jobban látom, hogy mit is kell csinálni. Nehéz az ügyek fogalmat. Moni, azt akarom kérdezni, hogy az önbizalmaddal, mi történt az önbizalmaddal? Hát az azért javult sokat. Megerősödött. Már kezded elhinni magadról, hogy tudsz elérni eredményeket? Igen. Igen. De egész okay. Más, hogy állok. Igen.
A családodban hogyan csapódik le ez a dolog? Hát azt most már hogy kezdedik a fiú? Hogy kezdedik a fiú? Hát ők nincsenek azért még teljesen képbe, tehát azt azért még meg kell várnom azt, hogy én konkrétabban úgymond tudjak letenni az asztalra, de annak is el fog jönni az ideje. Azt már megszokták, hogy én vissza-vissza jövök a géphez, meg már tudják, hogy nem lődölgök a gépnél, vagy nem csak olvasgatok, hanem tényleg komolyabb dolgokat csinálok, de nagyon még azért nincsenek teljesen képbe. Aha, és mostanában a kapcsolatfelvételeid azok mennyiben változnak? Tehát amikor valaki válaszol neked, akkor hogyan kezeled például ezeket a dolgokat, például a negativizmust, vagy amikor valaki csak úgy megpróbálja rád erőltetni azt, amit ő akarna, hogy tudod most már ezt kezelni? Ez annyiba változott, hogy a negativizmusuk az most már nem tud megérinteni. Tehát, hogyha negatív, ez az ő baja, én úgy veszem, és hogyha jó, próbálom kezelni, de hogyha nem sikerül, akkor megyek tovább. Tehát annyi ember van fönt az interneten, hogy előbb-utóbb úgyis megtalálom azt, amelyik vevő a dologra. Aha. Moni, megcsináltad a 13. leckét, és utána nekem írtál egy e-mailt, és így bővebben is egy kicsit kifejtetted a dolgokat. Ne azt kérem, hogy most erről beszélj, hanem arról beszélj, hogy mikor megnézted ezt a videót, hogy közben milyen érzések jöttek föl benned, és jött-e be ilyen aha érzés, vagy ilyen úristen, tényleg, hogy ez mennyire így van, vagy mennyire jó. Volt-e ilyen? Volt, igen. És meg kell nagyon ez a megerősítés, tehát ez nekem nagyon kellett, és igyekeztem is szépen sorba leírni a dolgokat, megcsinálni, hogy... Aha. És haladunk. Jó. Oké. Köszönöm szépen, Móni. Nem kínozlak tovább. Jó? És most egy újabb hölgyet fogok behívni, egy olyan hölgyet fogok behívni, aki Évát kérem, hogy készüljön, aki a saját üzletében sikeres. Csak el kell fogadnod, Éva, az igent, és már is be tudsz jönni. Nagyon remélem, hogy működni fog minden. Mindazonáltal, hogy ugye nem volt idő úgy igazán letesztelni, de remélem, hogy menni fog. Éva, elküldtem neked egy meghívót, csak kattints rá az igen gombra, és ha minden igaz, akkor be fogsz tudni jönni. Ha működik a kamera és a mikrofon, és akkor menni fog. Szóval őről annyit szeretnék elmondani, hogy őt már érdekelte a legelső tanfolyam is. Érdeklődött, de aztán utána valami miatt mégis visszatáncolt, visszalépett. Volt valami olyasmi gondolata, vagy olyasmi érzése, hogy ez még nem neki való. Aztán a későbbiekben, ahogy látta, hogy itt történnek bizonyos dolgok, mégis visszajött, és azt mondta, hogy igen, neki ez kell, neki ez mégiscsak kell. Őt erről szerettem volna kikérdezni. Na most, Éva, ha nem sikerül, akkor csinálj annyit, hogy itt alul van egy ilyen gomb, hogy most beszélhetsz, vagy ha angolul, mondjuk akkor talk now, és akkor be fogsz tudni jönni. Most ő azt mondja, hogy a kamera ott van, de én még nem látom a kamerát. És szerintem a többiek sem nagyon látják. Kérek szépen visszajelzést, ha ti látjátok a kamerát, mert én nem látom. Nem, nincs. Jó, oké. Akkor majd megnézzük, hogy itt mi lehet a gond. Tovább lépek, és most akkor egy olyan hölgyet hívok be ide, aki abszolút minden szempontból megfelel
azoknak a, hát nem kritériumoknak, mert butaság lenne azt mondani, hogy kritérium, inkább összetevőknek, ami egy nőt, na most ez most miért történik itt, vajon? Oké, most sikerült. Most Katika, adtam neked egy meghívót. Két lehetőség van, vagy a meghívással jössz be, vagy pedig a simán a most beszélj gombbal, ahogy az előbb is. Tehát őről a tudni kell, hogy ő egy gyémánt. Egy gyémánt a saját üzletében, és rendkívül sikeres. És mivel itt van a csoportban, azt kell mondanom, hogy ez a sikeresség ez nem fog itt megállni. Ő szerintem, tehát az én véleményem szerint, az eddigi összes tapasztalatom alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy ő lehet az üzletének a csúcs vezetője igen rövid időn belül. Nagyon rövid időn belül oda kerülhet a csúcsvezetők közé, csak néhány apró kis dolgot kell már megcsinálnia. Nézzétek meg most is. Gyönyörű szép, egyrészt. Gyönyörű szép. Köszönöm. Csikosabban felöltözve. Tehát tényleg egy olyan hölgy, akiről sugárzik az, hogy ő nem csak hogy megbízható, hanem hogy jó szponzor. Ezt azért tudom, mert ugye sok visszajelzést kapok a csoporttársairól, hogy mennyire jó szponzor ő. És mivel ugye majdnem, hogy teljesen önállóan érte el a gyémánt szintet, ezért nyugodtan mondhatom azt, hogy igen, ő kifejezetten az a típusú nő, akikről én az imént beszéltem. Most Katalin, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy most, hogy csinálod ezeket a leckéket, hogy így tanulod ezt az egész online marketing dolgot, most hogy nézel rá magára a csoportépítésre? Köszönöm szépen a meghívást és a kedves szavakat, és így puskázok, mert a neveket angolul nem nagyon tudom megjegyezni, mert Marina Warhoz hasonlítasz, akkor nagyon köszönöm. Ezeket a nagy, idézőben nagy nőket utolérni azért még idő kell, remélem lesz rá elég. Úgyhogy igen, elértem egy szintet ennél a cégnél, és ez nagyon nagy boldogsággal tölt el, nagyon jó érzés. És ezt mindig szoktam mondani, hogy ezt megélni kell, ezt nem lehet elmondani. Ez olyan, mint egy utazás, hiába hozok haza fotókat, nem nagyon fogja visszaadni azt az élményt, amit ott kint szereztem. És ott kínálni a színpadon, és elismeréseket begyűjteni, az mindennél fontosabb. Én azt gondolom, mindenki vágyik az elismerésre. Ezért is szeretném, hogy olyan partnereim, olyan csapattagjaim lennének, akik tanulnak és tőled tanulják meg. Én konkrétan most ebben a csoportban látom a csoportom jövőjét is, és már ugye hoztam is kettő ütős embert, úgymond, és szeretném, hogyha ők is profitká válnának ebben, ha bár már azok és sikeresek is, hogy megtapasztalják azt, hogy lehet a tudást megszerezni, nem vele kell születni, mert senki nem születik ezzel, csak a taníthatóság legyen bennük. És ezáltal a csapatomnak megmutatom a lehetőséget, megmutatom az utat, és ők is ott fognak állni a színpadon, ebben biztos vagyok. Katalin, miért tartod fontosnak az, hogy ők is tanuljanak, és hogy ezeket a dolgokat megtanulják? Te mit vettél észre saját magadon, hogy mi az, amit most már más szemmel látsz, mielőtt még elkezdted volna magát a tanfolyamot? Azért szeretném, hogyha ők is tanulnának és elérnék a sikert, mert az én sikerem az ő sikerük, és hogyha ők dolgoznak és sikereket érnek el, akkor én még több sikert fogok elérni, és ez engem boldogsággal is tölt el. Én azt mondom, hogy ezeket a tanításokat, ezeket mindenkinek meg kellene tenni. Úgyhogy mi is volt a kérdés? Hogy hogyan nézel most a csoportépítésre? Tehát mi változott azóta, mióta csinálod ezeket a leckéket, és hogy, mert hogy előtte dolgoztál, csináltad, ahogy csináltad, és most már akkor azzal elérted a gyémánt szintet, de most mi az, amit más szemmel nézel már? Nagyon sokszor, ahogy mondtad is, hogy ez az aha érzés, ez nekem heuréka érzésként tölt el. Én előtte is online-nal foglalkoztam. Ugye tudni kell, hát elmondom, hogy kommunikációval foglalkoztam már
több mint 35 éve hálózati rendszerben is ott vagyok párhuzamosan, már az első köröket 92-ben felrajzoltam, úgyhogy tulajdonképpen ez a lefagytam. Ez a druk, ugye? Igen, a eurókia érzés, mert hogy nagyon sok szor én online hoztam be, nagyon sok külföldi partnerem van a csapatban, és mindenkivel online beszéltem, addig is még nem voltunk karanténban, és a karantén az még arra adott lehetőséget, hogy több időt foglalkozzak magammal, és fejlesszem magam, és ne csak így zsigerből csináljam, amit csinálok, mert elég sokat képeztem én magam, mindig azt mondtam, az önfejlesztés nagyon fontos, és zsigerből csináltam, és ahogy mondod, hogy a nők mennyi mindenre tudnak figyelni, polipok tulajdonképpen mindent, mindegy egyszerre, és ez a fejükben is ugyanígy van, összehálózva, és én azt mondom, hogy azért sikeresek a nők, mert mindenre tudnak egy kicsit fókuszálni, míg a férfiak csak egy dologra, de arra nagyon. És ezért gondolják, hogy ők többet tudnak letenni az asztalra egy bizonyos dologban. Egy nő pedig szélesebb látókörű, sokkal empatikusabb, sokkal jobban rá tud érezni a többiekre, a másikra, és nem egy bedobozolt gondolkodása van. Ha javasolhatom, van egy YouTube videó, amit mondom is a fiatalember nevét, Marg Gangor, egy pásztor, ad elő a férfi és a női agyról. Biztos, hogy találkoztatok vele. Hát ez nekem zseniális, hát végig röhögtem egy éjszakát. Úgyhogy, de mindenben nagyon igaza volt, hogy mennyire különböznek a férfiak és a nők egymástól, és ezt az üzletbe is észre lehet venni. Azonban az, hogy mi külön építjük az üzletet, de egy lakásba lakunk, mert mi nem egy pozícióban vagyunk, és nem úgy lesz megjelenítve majd, ha kint állok a nagy színpadon, hogy Pellei és Mónus páros, hanem külön az István a saját eredményét fogja megkapni ott, és én is külön. Nagyon fontos, hogy ugyanazon a hullámhosszon legyünk, ugyanaz a gondolkodásunk legyen, ugyanazokat az érdeklődési köröket akarjuk, és végigcsináljuk azt, amit elterveztünk. Csak hát így duplikálódik a dolog. Minden duplán jön, ugye. Nem csak az sikert, hanem az anyagiak is. Igen. Én azt vettem észre az összes network marketing üzletben, hogy amikor egy férfi mellé odaállt egy olyan nő, aki támogatta őt abban az üzletben, ott mindig, kivétel nélkül, mindig nagyon komoly siker épült föl. Nagyon komoly rendszer volt benne. És én csak annak tudom ezt az egészet bevonni, hogy akkor, amikor egy férfi valamit elkezd csinálni, akkor ő csak így összead. És amikor egy nő odaáll mellé, abban a pillanatban ezek ilyen szorzások lesznek. És ez aztán valami ég és föld a kettő között, és egészen másképp indulnak el az emberek. Mert azt látom, hogy a nagy csoportok vezetői, azok az esetek közel 80%-ában házas pár. És a férfi az, aki adja hozzá az erőt, de a nő az, aki a női energiát, az, amit te mondtál, az empátia, a megérzés, a kommunikáció, azok a finom hangolások, amikre egy férfi képtelen. Mert ő azt mondja, hogy ez így van, akkor így van, és akkor a nő azt mondja, hogy persze, ő úgy gondolja, de mindannyian tudjuk, hogy ez azért nem egészen úgy van. És akkor a nő mindig egy picit így finomít a dolgon, és ezzel is tudja segíteni és támogatni magát a férfit. Amit viszont látok, hogy egy férfi erre képtelen, tehát ő nem tudja azt csinálni, hogyha egy nő elkezd sikeressé válni, akkor
beindulna meg benne a izé, tudod, a hangya a fejében, hogy jaj, most akkor miért ilyen ez a nő? Ez most akkor nélkülem akarja ezt, vagy mi a túló történik? Nagyon fontos a versenyzés, ez a versenyszellem kell az emberekbe, hogy most egy házaspárban is legyen egy picike kis verseny, nem egy ilyen törekvő, hanem egy pici versengés, mert ez visz előre. Amikor egy kicsit lejjebb ül az ember, mert vannak lelki problémák, ugye egy nőknél pláne, akkor itt van a férfi, és látja, hogy mennyi fantázia van a nőbe, és felemeli, ahogy velem ezt csinálta a párom, amikor én elértem a szintet, azt mondta, hogy figyelj, felkeltünk reggel, utolsó nap zárásnál, és azt mondta, hogy meg tudod csinálni. Mondom, nem tudom, de meg tudod, de én nem tudom. De figyelj, hát te mindig megcsináltad, csináld, most is csináld, tegyél félre minden már. És meg volt éjfélre az eredménye. Úgyhogy kell, hogy egymást erősítsük, és hát én is ugyanígy vagyok, hát most ő van a gyémánt szintelő, úgyhogy próbálom én is őt támogatni. Ez nagyon, nagyon jó, hogy így együtt tudunk dolgozni. Szuper, nagyon jó. Katika, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk vagy. Most csinálok egy kísérletet még az Évával, hogy sikerül-e őt is behozni, mert ővel is szeretnék beszélni. Csak hogy tud, nagyon büszke vagyok rád, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Én is nagyon örülök, és köszönöm szépen. Jó, és akkor most megpróbálom Évát. Éva, ha itt vagy velünk, akkor gyakorlatilag nincs más dolgod, mint hogy rákattintasz itt alul az alsó sorban, itt bal kéz felül van egy ilyen most beszélhetsz, vagy Talk No nevezetű gomb. Ha arra rá tudsz kattintani, akkor be fogsz tudni jönni. Látom, Éva, hogy már mobilról is megpróbálod a dolgot. Ennek örülök. Ez jó. Aha, azt írja, hogy a Katit látja és hallja, de engem nem. Ez egy elég érdekes dolog. Hát nem tudom most akkor. Éva, nem tudom, hogy most, hogy Kati már kilépett, most látsz-e, hallasz engem, hogyha tudsz, akkor valamilyen módon kérlek, jelezzél vissza, mert azért szeretnélek még téged ma most itt behívni, hogyha lehetséges. Remélem, hogy működni fog a dolog. Ha nem, akkor azt szeretném megkérdezni addig, ameddig itt Éva esetleg megpróbálja, hogy van-e közöttetek valaki, akinek ez a mai nap, ez a mostani egy óra adott valami olyan pluszt, vagy olyan gondolatot, amiről beszéltünk, ilyen aha gondolat, vagy aha érzést, vagy valami olyasmit, amiért azt mondod, hogy igen, már ezért az egy gondolatért, ezért az egy mondatért, vagy ezért az egy dologért megérte, hogy ma itt voltam veled, és megérte, hogy ezt az egy órát rászántam, hogy nem vagyok valahol máshol. Ha van ilyen, akkor kérnék szépen egy i-betűt ide, vagy egy igent ide, vagy esetleg az élőbe. Igen. Na, még János is azt mondja, hogy igen. Pedig ugye most egy kicsit arról volt szó, hogy mi férfiak gondolkozzunk egy kicsit másképp, és muszáj, gyerekek, muszáj, mert ha mi férfiak komoly eredményt akarunk elérni, akkor nekünk igenis el kell tudnunk azt érni, hogy a hölgyek támogassanak minket. Ugye erről is beszéltem egy kicsit, hogy nem mindegy, hogy a hölgy, tehát hogy a csoportnak, mert hogy a házaspárnak a nőtagja, az támogató, passzív, vagy esetleg negatív. Mert az mindenféleképpen én azt szoktam mondani a feleségemnek, hogy igen. Tehát a feleségemnek azt szoktam mondani, hogy bármit mond, tehát teljesen mindegy, hogy a világban bárki, bármi, ki mit mond én rám, az engem hidegen hagy.
Nekem egy a fontos, ő mit mond. Hogy ő támogat engem, vagy pedig valami olyasmit mond, ami esetleg nekem fáj, vagy nem jól esik, és akkor mindig meg kell vizsgálnom, hogy miért kapom én azt, amit kapok. És éppen ezért azt kell mondanom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy azonos hullámhosszon legyél a társaddal, és hogy azonos hullámhosszon tudjatok együtt dolgokat megcsinálni. Közben nem tudom, nem látom Évát, lehet, hogy valami történt nála, hát majd, lehet, hogy majd akkor legközelebb fogunk tudni, majd beszélgetni. Már akkor nagyon szépen köszönöm az itt léteteket, és ne feledjétek el, hogy jövő héten hétfőn bemutatónk lesz. Itt ebben a teremben nyugodtan hívjatok meg ismerősöket. Én fogom tartani a bemutatót, és hát én mindent meg fogok azért tenni nektek, hogy a lehető legjobbat tudjam adni. Ezt a videót pedig nem sokára föl fogom tenni, vagyis hogy már holnap reggeltől már biztosan meg lesznek osztva különböző csoportokban, valamint föl fog kerülni természetesen a YouTube csatornámra is. Aki esetleg ismeri a YouTube csatornámat, a Gazdagodás Akadémia YouTube csatornát, oda nyugodtan iratkozzatok föl, kattintsatok rá a kis harangra, hogy értesítést kapjatok, hogyha új videó kerül föl, és akkor én megköszönöm azt, hogy ma itt voltatok velem. További szép napot kívánok, és találkozzunk hétfőn. Sziasztok! Igen, fölteheted, igen. Igen, fölteheted. Természetesen, Katalin.